Megnézzük, hogy milyen pókembernek lenni. Most mi fog következni? Elég nehéz dolga lehet pókembernek. Megnézzük, hogy milyen trükköket szokott csinálni. Nézd már, Bedépe, de mit csinál? Gyere, már szint, gyere. Ebben nem lehet semmit látni. Mert rosszul laktad fel, te majom. Hol mentek? Bedével felmegyünk ketten és megnézzük, hogy tudunk lejönni. Ez veszélyes, hogyha itt fogsz maradni, mert ide fogok leugrani. Na, gyerünk. Na, gyerünk. Ülj fel egymásra. Ja, gyerünk. Bede, pókember vagy nem? Ja, hát igen. Bocsánat, bocsánat! Balázs, nem akartam! Kamila, a fejem! Tényleg ezt nem akartam! Na, mert pókember, hogy... Az igen! Az igen! Közte is át tudsz menni. Mindjárt segítek akkor. Jó! Ezt úgy kell, hogy... Gurulj bele! Csá! Menjél bele! A seggem az mindenen átható, úgy látom. Túlélte vajon? Jó voltam. Ne ismerjen fel senki. Én vagyok pókember. Teljesen otthon érzem magam, mint amikor megszülettem. Olyan érzés, mint amikor megszülettem! Segítünk neki. De jó, most ha végre nyugodtan nem fogok leesni. Kamilla, te mit csinálsz? Én segítek neked! Nem volt! Nem volt! Nem volt! Ajaj, lefogasszék! Pókember, b***dzeg! Mi van? Venom! Venom! Úristen! Venom! Egyenesen előre, Kamilla. Ki fog szakadni a ruhát? Mehet. Na. Kamilla! Mi a baj? Kamilla, te egész könnyedén lejutottál, azt kell, hogy mondjam. Fájdalmas volt nagyon! Tényleg olyan érzés, mint a pókember lennél, csak plusz 10 kilóval. Jó átestél rajta egy másik dimenzióba körülbelül. Mindenkinek freestyle-olni kell. Freestyle-ozni. Azt hittem, hogy megállok, de nem várok már többet rátok, barátoknak ittelek titeket. Amit pókember szokott mozdulatokat csinálni. Tehát megmutassa példát. Na, jó. Meg kell jól fogni. Meg kell nyitni. Ja! Kember! De van meg! Az így nem fog felmenni komolyan. Én akarsz! Melyik szopó pókember volt az? Kamilla. Nem tudom, hol menjek fel. Megyek. Megmentem a világot. Pókember vagyok. Kértek valamit? Szavazzuk meg, hogy eddig ki a legjobb pókember. Én magamra szavazok. Én is. Magamra. Egy kézzel felvászol. Aha. Hogy? Oldalasan. Hát, ezek szerint igen, oldalasan. Jó, kezdődik. Gyerünk, Balázs! Fedezlek közben titeket. Engedd el magad. Itt a pókember, hallod? Igen, öcsém.
egy napból! Ugye a kezdő pókemberek nem a terepen tapasztalnak meg először dolgot, hanem itt a pókember edzőteremben. Az első, amivel szembe találja magát egy gyakornok, az egy mászó akadálypálya. Ugye ezt én már végigcsináltam ezzel, szóval megmutattam már mindenkinek. Lendülünk, jöhet a következő. Meg vagyunk azért hát, szóval azért közben egy kis viccelődés is belefér. Most egy jó szápár felett. Következő pálya. Jó. Dupla kézek. Ez hogy? Na és most engedd el! Na, először is meg kell tanulni az ellenség ereje ellenére is csüngeni békésen. Legjobb, amikor az ellenség el se talál! Jobból is megártosok. Sajnos a pókbicsodát nem nagyon lehet edzeni, ez egy különböző féle pszichológiai gyakorlatuk. Azt akkor rúg bele! Bede, te mit csináltál? Bede. Jó vagy? Kint megvacsorázni! Gyere, megvacsorázni! Kint, mit ne csillagos étterembe, meg! Bede, jól vagy? Következő megállónál leszállok a f***ba. Pókebernek bárhonnan jön az ellenség, figyelnie kell. Mi van b***kám, jössz hát tudod? Jó gyors vagy, még nem tudom követni a kamerával. Az igen! Na ezt figyeljétek. Na mi van? Mutassak még? Na mi van? Te is akarsz valamit, mi? Nem szeretnék semmit, nem. Csinálsz, te kis állat! Mióta van pókembernek ilyen kék dizájnos éppen? Először azt hittem, ilyen kis Dior jelek vannak benne. Ura. Nem jön a pókember. Pókember problémák, tudod. Gyerünk, pókember! Jó vagy, Bede! Hogy sikere? Hol vagy? Minden rendben. Ugye gyakornokok itt tanulnak meg palatmászni, de azért tesztelni kell a földet, hogyha leestek, akkor kényelmesen érkeznek el. Kényelmes lesz nagyon. Most meg mit tudsz? Csak! Ez viszont nagyon fáj. Tényleg nagyon fáj. Mondjuk egy nem sikerültnek, jó? Mert hát jó, van itt azért, van itt egy harmadik pókember is, csak úgy mondom. Na. Ez csalafinta nagyon. Jó, meg fog menni, menjünk trombolinozni. Most egy kicsit trükköket fogunk itt nektek mutogatni. Az igen, épületeken keresztül így ugrálsz át. A zöld az halált, mert hajad beleért, az a hajad már nincs, jó? Az igen! Júj! Az igen, valami trükkös, de ez rohangáló ember átugorja így, hát pókember vagy. Júj! Az igen, te persze nem tudja átugrani egy sima ember. Jó, ez nagyon gyenge volt. Hát jobban csináltam, mint én. Pókember hogy bírja? Lehetetlen. Hát úgy, hogy egy filmkarakter. Azért pókember a betonon nem tud ilyeneket csinálni. Hoppá! Nektek nincs melegetek ebbe a ruhába? De. Én már nem bírom tovább, nem baj, ha leveszem. Nem. Végre. Mint a Venom szedné szét magáról. Tényleg. Na, most már szellős. Jól éreztük magunkat ebben a videóban, reméljük, hogy ti is jól éreztetek magatokkal. A következőben találkozunk. Sziasztok!